átlagos szezonnal zárnak a szilvatermelők, akik mintegy 60 ezer tonna gyümölcsel látják el a hazai piacot. Mivel a feldolgozók a tavainál jelentősen kevesebbet fizetnek, volt olyan gazda, aki inkább elajándékozta vagy a fán hagyta a termést. A feldolgozók 30-40 forintos kilónkénti ára ugyanis sok esetben még a termelési költségeket sem fedezi. A gyümölcs friss piaci kereslete sem túl biztató. A hazai szilvafogyasztás annak ellenére is népszerűtlen, hogy a kis termelőktől akár 200 forintért haza lehetett vinni egy kilót. Átlagosan, hogyha mondjuk sok év átlagát vesszük, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon a teljes szilvatermésnek körülbelül egy harmada az, ami a friss piaci fogyasztásra kerül, tehát frissen vásárolják meg a fogyasztók és viszik haza. A nagyobb százaléka, ez a durván kétharmada, ez a feldolgozóipar számára kerül értékesítésre. A feldolgozóipar alatt itt értjük a lekvár és dzsemkészítéstől a pürén keresztül a fesziparig, bezárólag gyakorlatilag minden feldolgozott formáját a szilvának, és azt kell tudni, hogy a felvásárolt feldolgozóipari mennyiségnek a legnagyobb része az a fesziparű felhasználás. Ez azt jelenti, idén olcsóbb alapanyagból készíthetnek pálinkát a gyümölcspárlat szerelmesei, ami az eddigiek alapján forgalomnövekedést jelent a főzdék számára. A 2018-as termelési szezonban tömegre nagyobb mennyiségű gyümölcs termet, igaz, ez legfőképpen az almára és a szilvára. Sajnos a fagy a barackot azt tavasz folyamán elvitte, így abból nem főztünk pálinkát. A másik két gyümölcsből azonban lényegesen nagyobb mennyiség került be a szeszfőzdékbe, így a miénkbe is, mint a tavalyi év során. A friss szilvafogyasztás népszerűtlensége azzal is magyarázható, hogy a vásárlók kevéssé ismerik a gyümölcs egészségre gyakorolt kedvező hatásait. A szakemberek szerint az ágazaton belül nagyobb gondot kellene fordítani a közös érdekképviseletre, valamint az egészséges táplálkozás és a tudatos vásárlás népszerűsítésére.